Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Hírodónk után magazinműsorunkat láthatják. Tovább mélyül az erőmű és a város közötti konfliktus. Mai magazinunkban elsőként ezzel kapcsolatban láthatnak egy összeállítást. Németh Frigyes, a Bakonyi Erőmű ZRT vezérigazgatója szeptember 25-én egy rövid, de lényegre törő levelet juttatott el a Primér Ajkai Távfőszolgáltatási Kft. Ügyvezető igazgatójának, amelyben közölte, hogy nem kívánja meghosszabbítani az erőmű és a Primér Kft. Közötti hőszolgáltatási szerződést, amely 2015. december 31-én lejár, és új szerződést sem kíván kötni a Primér Kft.-vel. Végezetül a levélíró az ügyvezető igazgató szíves intézkedését kérte a hőfogyasztók zavartalan ellátása érdekében. A levél kapcsán a címzett Holzinger József nem kívánt nyilatkozni. Mint mondta, nem szeretne belefolyni az erőmű és a város elmérgesedett vitájába. Annyit azonban elmondott, hogy amíg új távhőtermelő engedélyest ki nem jelölnek, az erőműnek kötelessége biztosítani a város távhőtermelését. Schwarz Béla polgármester a következőképpen reagált Németh Frigyes levelére. Hát ugye ez egy egyoldalú lépés a Bakonyi erőmű részéről. Látszik, hogy eddig bírták Cérnával, elfogyott a türelmük. Hát pedig ez nem így működik, a gazdasági szerződések vannak, kötelezettségek vannak. Ugye hosszú távon mi se kívánunk a Bakonyi erőmű partnerei lenni. Egy önálló fűtőerőműben gondolkodunk, aminek a kivitelezését a következő évben szeretnénk megoldani. Hát addig a Bakonyi erőműnek kell ellátni ezt a kötelezettségét, azon az alapon, hogy a Magyar Energiahivatal kijelölte már jóval korábban őt távhő termelőnek és hőenergia szolgáltatónak. Ugye ő kettős szerepkörben van, mert távhőt is termel, meg szolgáltat, és mivel a saját erőmű lakótelepet ő látja el hőenergiával, tehát az a kötelezettsége is megmarad, úgyhogy ez egy formális levél, egy nem szép levél, de tudomásul veszük, de ettől függetlenül neki ezt a feladatot el kell látni. Mi a teendő ilyenkor? Szükséges hatósági eljárást indítani, vagy anélkül is tudni fogja az erőmű, hogy ilyenkor az ő kötelessége ellátni a távhőszolgáltatást? Hát, ahogy mondom, ezt neki tudnia kell, úgyhogy felesleges ilyen leveleket küldözgetni. Ezt tudnia kell, de mi természetesen tájékoztatjuk a Magyar Energiahivatalt, hogy egy ilyen, hát nem szép lépés történt, és hát az Energiahivatal majd megteszi a következő lépéseket. Mi volt egyébként ebben a szerződésben, amit most meg kívánt hosszabbítani a Primér Kft. És az erőmű nemet mondott? Tehát ez egy... Ugye itt több szerződésről van szó, van egy alapszerződés, ami egy hosszú távra, egy kijelölés alapján, a Magyar Energiahivatal kijelölés alapján kötelezettséget állapít meg az erőműnek, hogy ezt a feladatot el kell látni. Ez az alapszerződés, ez sok mindent szabályoz, és ennek két év a felmondási ideje, de ez természetesen akkor sem úgy működik, hogy az erőmű gondol egyet, aztán ír egy ilyen levelet, hanem ehhez a Magyar Energiahivatalnak az engedélye szükséges. És ez mellett volt egy éves szerződés, amely kifejezetten arra irányult, hogy milyen áron történik az energia árának az alakítása. Na most ugye az a furcsa helyzet állt elő, hogy a 2008-ban, amikor szabadáras lett a távfűtés ára, akkor az erőmű állandóan bombázott bennünket, hogy új szerződést kössünk, hogy ő a kétszeres árat, amit tervezett, be tudja vezetni. Ugye ellenálltunk, és ebben nem mentünk bele. Most, hogy a kormány meghatározta a távfűtésnek az árát, hát ugye ezzel kapcsolatban az erőmű mozgástere is leszűkült, nem mozoghat különböző határok között. Most úgy látja, egyszerűbb lenne neki, ha tulajdonképpen elállhatná ettől a szerződéstől. Ezt sajnos nem teheti meg, úgyhogy majd írnak egy másik levelet is. Körülbelül mennyi idő az, amíg az új gázüzemű erőmű felépül és a pályázat is megvalósul? Tehát mi arra gondolunk, hogy ez a jövő évi, tehát a 2016-os fűtési szezonra elkészülés, be tudjuk üzemelni, és onnantól már ő látná el a város távfűtését.
Megírták már a pályázatot erre vonatkozóan? Hát azért ez nem ilyen gyorsan működik, tehát ugye azért ez tulajdonképpen azért mégiscsak egy erőmű, azért ezt meg kell tervezni, ki kell jelölni, és hát ugye az előkészítő munkálatai folynak, és a szükséges döntéseket hozzuk meg a október 28-ai testületi ülésen, de magát az engedélykérést és az ezzel kapcsolatos folyamatokat már elindítottuk. A polgármester szerint aggodalomra semmi ok nincs. A távfűtésbe bekapcsolt lakások januártól sem maradnak fűtés nélkül. Tehát ez ugyanúgy fog működni, mint ahogy eddig. Ez egy felesleges vita, amit az erőmű saját magának gerjesztett.